új 500 négyzetméteres csarnokot adtak át a Bonyhádi Ipari Parkban. Az idén 25 éves acélcsarnok szerkezetek gyártásával foglalkozó cég pályázati támogatásból és önerőből valósította meg a mintegy 130 millió forintos beruházást. Azt mondom, hogy egy mai igényeknek mindenben megfelelő csarnokot tudtunk építeni. Igazából azt úgy érzem, hogy a termelékenységünket is növelte, ezáltal az árbevételünket is, de inkább azt gondolom, hogy gyorsabban és minőségibb terméket tudunk gyártani ebben az új csarnokban. Filóné Ferenc Ibolya úgy fogalmazott, hogy az önkormányzatnak alapvető érdeke, hogy Bonyhádon minél több vállalkozás települjön le, vagy a már meglévők tudjanak fejleszteni, hiszen azon túl, hogy munkahelyeket teremtenek a helyiek számára, az iparűzési adóból keletkezett bevételeket közjóléti célokra tudja fordítani a városvezetés, mondja a polgármester. Mi tudatosan hosszú évek óta, mondhatom már, hogy évtizedek óta építjük és bővítjük ezt az ipari parkot. Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy hol állami forrásból, hol pályázati forrásból, hol a cégekkel közösen, akár közös új céget alapítva, mind jelen esetben is a BIP Kft. Egy közös önkormányzat, többségében 51%-ában önkormányzati tulajdonú cég, de négy másik vállalkozással együtt alapítottuk még 2016-ban, annak az érdekében, hogy az akkori uniós forrásokat közösen meg tudjuk pályázni, és itt ezen a területen az ipari parkot tovább tudjuk bővíteni. A fejlesztéssel ismét gyarapodott a Bonyhádi Ipari Park, amelynek további bővítését stratégiai célnak tekinti az önkormányzat.